Anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása, a nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mérése és minősítése. Ezen célok mentén rendezik meg már 45 éve az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati versenyt középiskolás diákok számára. Kárpát-medencei döntőjének ismét Sátor Aljaújhely adott otthont. A diákok idén is két kategóriában versenyeztek. Gimnáziumi és a szakképző iskolai tanulók külön-külön méret tettek meg írásbeli és szóbeli fordulókban. Nagyon fontosnak tartom tényleg, hogy ápoljuk a nyelvet, hiszen így társaim között is látom, hogy egyáltalán nem figyelnek rá, és nagyon erős az angol nyelv hatása, és teljesen összemossák a kettőt, és szerintem ez nagyon rossz, hiszen mi mégiscsak magyarok vagyunk, és beszélnünk kéne az anyanyelvünket. Az anyanyelvi verseny 4,5 évtizede alatt sok generáció felnőtt. Több mint 7000 diák bizonyította, oda kell figyelnünk magyar nyelvünk szép és helyes használatára. A verseny létjogosultságát bizonyítja, hogy idén is több mint 100, pontosan 132 diák jutott be a Kárpát-medencei döntőbe az anyaországi és a határon túli magyar oktatási intézmények tanulói közül. Az anyanyelvünkről a lehetőleg a gyerekek minél többet tudjanak, illetve a fiatalok. Nagyon fontos dolog az, hogy idegen nyelvet tudjanak. De ha a saját anyanyelvüket nem ismerik, annak szabályait, szabályrendszerét, szókészletét, az szerintem megnehezíti valamely idegen nyelv tanulását is. A szóbeli fordulón a diákoknak egy jól megszerkesztett, tartalmas és nyelvileg igényes 3 percben kellett beszélniük a bíráló bizottság által előre meghatározott 4 téma egyikéről. Ezek a következőek voltak. Itt ringatták bölcsőm, vallomás a szülőföldről, öröm vagy gyötrelem a mindennapos testnevelés, vitaindító előadás, élménybeszámoló családi körben a fesztiválozásról, tapasztalataim és gondjaim a köszönéssel, hozzászólás osztályfőnöki órán. Nagyon fölemelő beszédeket hallottunk, például a szülőfölddel kapcsolatban. Föltűnt, hogy hát elmondták az illetők, hogy ők melyik szülőföldjüket szeretik. Ezt azért mondom ilyen szép lassan, mert hát Erdély jött elő és Vajdaság. Egyik mi nem tudjuk, hogy a versenyzők honnan jöttek, hiszen csak egy sorszámmal vannak ilyenkor még ellátva, és a nevüket nem tudjuk, meg az iskolájukat. Ez nagyon szép volt, és a köszönésről is azért mondtak okos dolgokat, hogy gondot jelent a köszönés családon túl, családon belül nincs ilyen gond, úgyhogy rávilágítanak társadalmi problémákra. A szónoklatok témáit idén valóban úgy sikerült összeállítania a zsűrinek, hogy a fiatalok mindennapi tapasztalatai, érzelmei is átszőjék mondani valójukat. A szóbeli fordulón végig tekintve azt láttuk, hogy a határon túli magyar versenyzők többsége szülőföldjéről tett vallomást. Én a mindennapi ember egyszerűségével igyekeztem szólni a közönséghez. Próbáltam rávezetni a jelenlévőket arra, hogy egy kicsit gondolkozzanak el azon, hogy nekik mit jelent a szülőföld, az egészen az alapokig visszamenve, tehát, hogy a közvetlen környezetük mit jelent számukra, és ha belegondolnak, akkor hogy érzik magukat otthon, hogy milyen nekik otthon. Az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny döntőjének díjkiosztó ünnepségét Széphalomban a Kazinci emlékcsarnoknál tartották, ahol a 25 legjobban teljesítő gimnáziumi és szakiskolai tanuló Kazinci emlékéremben részesült. Nagyon jó dolog ilyen nyelvhelyességi dolgokkal foglalkozni, és szerintem nagyon fontos, és nekem mindig nagyon fontos volt. Úgyhogy a felkészülés maga azért elég kemény volt megélni ezt a 2 napot, de nagyon megérte. A verseny izgalma mellett a diákok és a felkészítő tanárok számára könyvbemutatót, városnézést, illetve színházi előadást is szervezett a házigazda, Sátor Aljaújhelyi önkormányzat, valamint az Anyanyelvápolók Szövetsége. Zemplín nepatrí medzi najbohatšie regióny Slovenska v tom materiálnom slova zmysle. V každom prípade však bohatý svojimi piesňami, tradíciami a láskou k folklóru. Táto myšlienka opakovane zaznela počas oslav 60. výročia folklórneho súboru Zemplín.
Pozvanie na gala večer súboru v Michalovciach prijalo viacero generácií tanečníkov, spevákov i muzikantov. Kľúčovou osobnosťou počas 6 desaťročí existencie súboru bol jeden z jeho zakladateľov, ujco Michal Hvižďák, ktorý v tomto roku završil okrúhlu 80-ku. Predovšetkým vďaka nemu sa súbor Zemplín stal veľkou rodinou, ktorý sa láska k zemplínskym piesňam a tancom spojila s umeleckým majstrovstvom účinkujúcich. Vy ste si splnili mnoho snov v tejto oblasti, ešte nejaký nesplnený, ktorý by ste chceli uskutočniť? Tých snov, ktoré som chcel ešte uskutočniť, je dosť, ale ten ľudský život niekedy nestačí na to, niekedy nedá toľko príležitosti, aby sa to mohlo naplniť, toto všetko, čo je. Lebo človek má ešte strašne veľa takýchto pred sebou nápadov, hlavne čo sa týka toho zemplínskeho folkloru a iných, ale to už prenechávam mladým. Odovzdal som im len to, čo najviacej viem, aj to, čo som pozbieral, takže majú čo tvoriť. Jedna z najťažších vecí vôbec, sa hovorí, je vychovať si nástupcov. Vy ste si vychovali niekoľko generácií nástupcov. Aký je váš recept, aby sa to naozaj stalo skutočnosťou? Ja si myslím, že dôslednosť, trpezlivosť a tak ďalej, systematickosť a láska k tomuto, že naučiť už od detí lásku k tomu folklóru, k tej piesni, k tomu tancu, tomu všetkému. Toto je umenie pedagoga, učiteľa takého, alebo choreografa a tak ďalej, naučiť ich disciplíne, láske a splnenie tých cieľov, ktoré som si predstavzal. Ďakujem pekne, všetko dobré, nech sa darí. Už a ako vnímajú ujcov odkaz jeho nasledovníci? Človek nemôže ostať stáť na jednom mieste a musí sa akosi vzdelávať a posúvať sa stále ďalej. A tým, že sú nejaké vyššie nároky na človeka, tým ten človek vlastne dostáva viacej informácií, viacej veci sa k nemu dostane a vlastne takisto rastie ako profesíne. Gala večer bol predovšetkým fascinujúcim spojením rôznych úspešných pásiem, ktorými sa súbor Zemplín preslávil doma i v zahraničí. Nuž a čím oslovujú dávne zvyky a tradície mladú generáciu účinkujúcich? Myslím, že mladých ľudí dokáže osloviť také niečo. Aj keď je to minulosť. Aj keď je to minulosť, častokrát sa stretávam s tým, ja sám hovorím, že som v tom dosť veľký rebel, tiež robím moderné veci a chodím moderne po obliekane, dneska máme výročie, tak som takto. Ale decka vidia, že mám iný pedagogický prístup, ale ten folklor a tú tradíciu mám silný vzťah k tomu. Vidia to aj rodičia, vidia to deti a vidia to aj tí ľudia, ktorí ma poznajú. A myslím, že treba len tým deťom, tým mladším generáciám dať jasne najavo, že o čom to je a prečo to je tak a prečo tá tradícia je silná. Aj oni raz budú starí, aj oni budú spomínať na to, čo bolo kedysi. Súbor nemapoval iba tradície Zemplína. Jedno z najkrajších pásiem vzniklo na základe spojenia rusínskeho a zemplínskeho folklóru. Aj vďaka tomu si súbor získal srdcia divákov i odborníkov, nezávisle od ich regionálnej príslušnosti. Keď sa pozeráte na súbor Zemplín, tak vidíte život. Vidíte život, ktorý váš život povznáša a máte pocit, že by ste takýto život chceli žiť stále. Súbor Zemplín to nie je len tanec a spev, ale tiež virtuózni hudobníci, ktorí nezriedka účinkujú aj s profesionálnymi hudobnými telesami. Je asi pre nás naozaj dôležité poskytnúť a dať tým ľuďom to, čo zažívame my na tom javisku a verím, že to oni prijímajú s takým pochopením, s akým to my im dávame. 60-ku Zemplína si prišla pripomenúť aj prvá choreografka a tanečná pedagogička súboru, ktorá má už 94 rokov. Čo mi podľa nej zemplínsky folklór príťažlivý pre všetky generácie adresátov? Tak to je vrodené dačo, to je dačo hlboké. Hovorím, potenciál zemplínskej piesne je veľmi mocný, silný, nezničiteľný. A je to radosť. Z Michaloviec, Vlado Seman.
Évszázados hagyományok jellemzik Tokaj hegyalját, legyen szó a szőlő műveléséről, vagy éppen a világhírű borok készítéséről. Vannak új hegyaljai kezdeményezések is, ilyen például a borvidéken lévő 27 világörökségi oltalom alatt álló település összefogását jelentő polgármesterek bora. Több mint 15 éve, hogy minden település legszebb szőlőit összeadva hozzájárul az egyedi nedű elkészítéséhez. Készül a polgármesterek bora, azaz minden település küld bornak való szőlőt. Az a elvárás, hogy épfürtöket kell küldeni, legalább 19 mustfokost és furmint vagy hársevelű fajtát. Ezt most átvesszük, kerül be a bogyózóba, a présbe, és akkor ezután elindul a borkészítés folyamata. A polgármesterek borát kezdetektől Hegyalja állami borászata készíti el. A kereskedelmi forgalomban nem kerülő egyedi borok egy különleges egységet képviselnek. Grand Tokaj készíti már több mint 15 éve a polgármesterek borát a borvidék településeinek. Nagyon örülünk, hogy a társaság benne van ebben a programban, és ezt a szép hagyományt tudja segíteni és támogatni. Nagyon fontos az összefogás Tokajhegyalján. 27 település munkája, összefogása tudja előrevinni a borvidéket, megteremteni, illetve fölemelni tovább a tokai bornak a presztízsét. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép kezdeményezés, nagyon fontos, hogy a 27 település szőlőjéből bejöjjön az a termés, amiből utána a társaságunk borászai elkészítik azt a kiváló bort, amit utána a polgármesterek tudnak magukkal vinni. Minden település a szőlőjének megfelelő mennyiségű bort fog tudni átvenni majd a 2017-es évjáratból is. A 2016-os évjáratnak a borait, amik nagyon jól sikerültek, azt nemrégen adtuk át a világörökségi rendezvény sorozaton. Büszkék vagyunk rá, hogy mi készítettük el a polgármesterek borát. Teljesen limitált darabszám, ez kereskedelmi forgalomban nem kerül ez a bor. 3500, közel 4000 palack bort fogunk tudni valószínűleg az éven is csinálni. Tavaly is nagyjából ez a mennyiség volt, és minden település megkapja arányosan a rájuk való palackszámot. Új csomagolásban egy piacképes és nagyon jól kinéző címkével és tokai palackban adtuk át ezt a bort, már a 2016-os évben is, az éven is így lesz ez, amellyel a polgármesterek, illetve a település többi vezetői bátran elmehetnek látogatásaikra, utazásaikra és reprezentációs célra használhatják ezt a bort. Természetesen 27 különböző termőhelyről érkeznek a szőlők egyedi karakterekkel, melyek később egységes, egyben különleges ízvilágú bort eredményeznek. A Tokaj-hegy az 27 településből áll, így minden egyes településnek megvan az a különlegessége, az a nagyon jellegzetessége, ami csak azon a faluban érezhető, és ezt a sokszínűséget, ha összeadjuk, akkor biztos, hogy legalább olyan kiváló bor lesz belőle, mint a 2016-os. A világörökségi rendezvénye mindenki megkóstolhatta az új bort, és nagyon ízlett mindenkinek. Az én szőlőm a Boszorkány dűlőből származik, egy nagyon jó fekvésű, keleti fekvésű terület, nagyon jó ásványos talaja van, érezhetők benne az a vulkáni kőzet, ami jellemző itt a Tolcsvai hegyek nagy részére. A polgármesterek bora az egységen túl a reprezentációt erősíti. Ünnepek és kiemelt események alkalmával kínálják a települések. Elsősorban reprezentációs célokra, hiszen éppen a jövő év lesz az, ami kiemelten fontos év lesz Árospatak számára, hiszen az 50. a újravárossági nyilvánítás 50. évfordulóját ünnepeljük. Rengeteg rendezvényünk lesz, bízunk benne rengeteg vendéggel, úgyhogy az ő számukra fogjuk majd tudni ezeket ajánlani. Itt az asztalon a 2016-os évi polgármesterek bora látható, ami már egyedi címkéjével is felhívja a figyelmet arra, hogy új hagyomány erősíti a Tokaj-hegyaljai borvidéket. Jedna z najväčších prehliadok súčasného umenia v Strednej Európe a určite najväčšia na Slovensku. S takýmto prívlastkom pozývali organizátori návštevníkov do Košíc na Bielu noc. Akcia sa začala v predvečer Medzinárodného maratónu mieru. Čaká nás viacero expozícií, na ktoré sa pozrieme očami bežného návštevníka Košickej Bielej noci. Podľa toho, čo je v ponuke, zdá sa, že je z čoho vybrať? Určite si myslím, že je to zaujímavé. Myslím si, že každý sa vie v tom nájsť. Partner alebo manžel? Partner, zatiaľ. No
dobre, tak to bude asi nejaká pekná spomienka časom možno, nie? Preto sme tu prišli. Že také spoločné chvíle, ako stráviť na niečom takom. Zaujímavé, hoci nie je ľahké pochopiť, čo tým chcel básnik povedať. Opýtame sa. A ono toto ani nepíše. No dobre, a návštevník, keď chce vedieť, o čo ide, tak tiež môže mať trošku chaos, nie? No, majú a veľa ľudí tu má chaos. Neviem, fakt vám neviem povedať. Ale možno je to dobré, tým je to pestrejšie a treba aj rozmýšľať, čo to vlastne človek vidí, poviem, pravda? Každý by si mal sám v sebe vymyslieť, že čo vidí a čo ho napadá pri tom. Nájsť takéto v sebe umenie, čo tým myslel ten autor. Prosím vás, aká je to expozícia? Tu je expozícia číslo 11, je to koncert, pri ktorom je animácia a je to taká moderná klasika, vlastne koncert. Dobre, tak sa poďme pozrieť. Takže moderná hudobná klasika tento raz naživo a k tomu laserová show. Fanúšikovia dychovky by boli asi prekvapení, ale zážitok je to v každom prípade originálny. Dali sme si poradiť a na základe mobilnej aplikácie sme zamierili do Kunsthalle. V bývalej košickej plavárni má dnes solo moderné umenie. Konkrétne mesiac a jeho odraz na vodnej hladine. Sme prekvapení, že je tu voda. Naposledy sme tu boli na Art Film Feste, kedy tu boli sedadla. Takže taká variabilita toho priestoru je celkom zaujímavá. Manžel? Stotožňujem sa s manželkyným názorom ako stále. S tým sa nedá nesúhlasiť. Nie je každý deň príležitosť vidieť mesiac blízka, pravda? To je pravda, ja občas pozerám ďalekohľadom, hej, keď je úplne jasná obloha na mesiac, tak niečo obdobné sa mi črtá, ako je teraz tu, ale neviem to úplne do detailov popísať, alebo som si nezapamätal, či ozaj to vyzerá tak v skutočnosti, ako táto maketa je tu urobená. Máte aj malého diváka, povie niečo? Páči sa ti tu? Páči. Veľa dojmov zrejme, už je aj dosť hodín, pravda. Je určite zážitok. Poďme sa ešte pozrieť do mestského parku. Tam údajne zavítalo čosi ako svetelní mimozemšťania. Boli celkom mierumilovní. Jeden z nich dokonca zablúdil na strechu. Počas originálnej svetelnej show z plastových fliaž si pripomeňme, že projekt Biela noc vznikol v Paríži pred 15 rokmi a odtiaľ sa rozšíril do viacerých krajín sveta. V rámci strednej Európy sa tento festival dá každoročne uvidieť v Košiciach a Bratislave. Jeho naozaj originálnou súčasťou bolo kreslenie laserových obrazcov na reálne historické objekty. V roku 2017 v Košiciach padla voľba na kostol reformovanej cirkvi. Tak toto bol z nášho pohľadu skutočný headliner tohto ročnej Bielej noci. Čo poviete na túto expozíciu? Stojí to za to? Áno, stojí to za to, aj za ten neskorý čas večer stojí to za to. Zberou na Uprahy. Ale nie špeciálne kvôli tejto akcii, máte tu asi príbuzných, predpokladám, alebo? Ne, kvôli akcii. Muž tady bude zítra behať polmaratón. Skoro sme zabudli, zajtra, vlastne už dnes, sa v Košiciach pobeží Medzinárodný maratón mieru. Takýto maratón sme absolvovali aj my. Pritom sme zo všetkých atrakcií Bielej noci stihli možno polovicu. Unavený, ale plný dojmov si ešte môžeme pripomenúť, že svetelná fontána ostáva v Košiciach aj po Bielej noci. No a samozrejme platí to aj pre nádherne osvetlený Dom svätej Alžbety. Takže, ak ste nestihli tohtoročnú svetelnú show v Košiciach, nemusíte ľutovať. Niečo z nej tam nájdete po celý rok. Z Košíc, Vlado Seman.